Fényleső kamasz az akácfaluszában, ül a homályba süllyedő gangon. Vészi Endre az emlék gangon. Oh, it's in the upper room, where Jesus, oh, it's in the upper room, with my Lord and your God. When it's in the upper room, elkezdett írni, és nem csak írni, hanem megjelent. Lator László. Meglepő módon, ahhoz képest különösen meglepő módon, hogy milyen közegből, milyen társadalmi környezetből származott, megjelentek a versei. Először napilapokban, aztán később a különféle folyóiratokban, például a Szép Szóban, a József Attila társaságában, a József Attila folyóiratában. Vagyis magyarul úgy lehetne a helyzetét, a pályakezdő Vészi helyzetét jellemezni, hogy munkás környezetből származott, és munkás költő lett. Ez sokáig rajta is ragadt, hogy munkás költő. És később, ahogy sokan észrevették, ki tudott törni ebből a karámból, vagyis sokkal több lett, mint aminek indult. Vészi Endre fiatalon vésnökséget tanult, ez talán cigány írásművészetére is valamiképpen hatott, keménységet, fegyelmet tanult ebből a szakmából. A Farsangi király versében írja éppen, szerszámaim fűnek az éjben, kékre edzi őket majd a fagy, fejem abroncsoló karikáról papír cserlevelek hullanak. Volt életének egy nagyon nehéz szakasza, származása miatt behívták munkaszolgálatra, 44-ben egyszer megszökött, amikor deportálták, másodszor már nem sikerült megszöknie, és majdnem halálos betegen jött haza. Vagyis egy olyan korszaknak a legbelsejében, a magjában élt, amelyik megtanította rá, hogy mi az a történelem. Szorongatott fiatalságban éltem, a gyerekkorban és ifjúságban éltem. Az apám szappanfőző volt, de a létbizonytalanság, az úgynevezett létbizonytalanság, az mindenüvé elkísérte. 50 értebb könyvet írt Vészi Endre, rádiójátékot, tévéjátékot, verset, novellát, prózát. Nagyon gazdag ez az életmű. Azt gondolom, hogy Vészi haláláig, úgy emlékszem 71 éves volt, amikor meghalt, egyre magasabbra tudott a költészetében emelkedni, de mondhatnám ezt a prózájára és a drámáira is. Utolsó verskötetét nekem Vészi Endre 1986 nyarán dedikálta. Előtte jártunk Zebegényben, ahol a Szőnyi István kertjében, ahol az a bizonyos sugárzó szép fehér kerti pad van, szimbolikusan is e körül gyűltek össze művészek, írók, költők, festők, muzsikusok. Találkoztam vele, hát nem is egyszer gyakran a rádiónál, ahol mindkettőnek dolga volt, ő ugye hangjátékokat írt, bement novellát felolvasni, verset felolvasni, és a Pollák Mihály téren, ahol a parkoló volt, egyszer csak láttam, hogy jön Endre, és elkezdni kicsit szaladni, futni. És mondom, mi az Endre, hova sietsz, nem akartam föltartani. És azt mondja, semmi, csak eszembe jutott valami, és az izgalomtól akkor az embernek el kell kezdeni szaladnia. Mindent odaadnék, ha én most újra 20 éves lehetnék. Azt viszont nem garantálom, hogy másképpen tudnám csinálni az életemet. Hogy miért nem játsszák mostanában, vagy miért nem elevenítik fel újra sikeres, nagyon sikeres televíziós, rádiós játékait, drámáit, vagy akár színpadi játékait, ugye színházban is játszották Vészit annak idején. Hát ezt én nem tudom igazán megmondani, azt hiszem, hogy azért, mert a mi korunk hajlamos a feledékenységre. Könnyen elfelejt.
hát olyan filmeket, mint mondjuk az Angi Vera, ugye, amire az én nemzedékem úgy emlékezik, mint az egyik első jelentős magyar filmre. Vészi esetében még azt is hozzátehetném, hogy az a társadalmi közeg, amelyiknek az intenzív jelenléte olyan feltűnő a Vészi Endre novelláiban, a kisember, a nyomorult ember, aki állandóan a tragédia szélén áll, de egy a nyomorúságos tragédia szélén, nem is biztos, hogy bekövetkezik. Ez a kisember, ez is valahogy eltűnt a mai társadalomból, legalábbis olyan formájában, mint amilyen formában Vészi Endre ismerte ezt a társadalmat. Az ember a többségéről a többség kell írni, és az igazat kell megírni. Akkor lesz a lista. Dmitrij Sosztakovics.